Sziasztok! Üdvözletem innen Soroksáról, és itt vagyunk jelenleg a Ráckevei Hévben, ennek a vonalán, és egy régi nyomvonalat fog bejárni, ami valahol itt ágazott ki. Mutatom, most Ráckeve fele nézünk éppen, és a régi nyomvonal a Hévnek az itt valahol jött, és betért egészen Soroksár vasútállomásig. És valahol itt lehetett a kiágazás, de mivel nagyon régen volt már a korrekció, hogy kiegyenesítették, már nem lehet pontosan megmondani. Egy térképet követve fogom bejárni a régi nyomvonalat, ami egyébként Soroksár Hősök terénél tér vissza a mostaniba. Itt ez lehet esetleg még az egykori nyomvonalhoz tartozó valami, akár váltó maradvány, vagy bármi egyéb. Már én úgy tudom, hogy akkor még nem volt villamosítva a vonal, amikor ezt a korrekciót megcsinálták. Tehát felső vezetéktartó oszlop nem lehet. Igen, és valahol itt lehetett már a régi nyomvonal, ahol most állok, és ott a stop tábla után fordult el, hogyha térkép adatai jók. De más egyéb nyomot nem találtam, és valószínűleg nem is fogok a teljes nyomvonalon, mert egy része valószínűleg be is épült, meg hát azért mégis régebben volt ez a korrekció, de majd mesélek róla, hogyha majd a kanyar után már eljutottam odáig. Hát ezt nézzétek, nagyjából itt fordult a régi nyomvonal, és errefele bent tovább, itt a Maskaköves úton, de nem pont az utat követte, legalábbis a térkép szerint, itt látjátok. A piros vonallal jelzi a térkép, de nem pont az utcát követte, hanem esetleg itt a járda vonalát, vagy itt mellette valahol, tehát nem valószínű, hogy nyomot fogunk találni. Fentről ponton érdemes lenne szétnézni, viszont a régi nyomvonalról ott sem lehet képet találni, mert 1910 környékén már meg volt a nyomvonal korrekció. És a fentről ponton kb. 1960-ig maximum lehetnek visszamenőleg képek. Talán itt látszik a legjobban, hogy itt valahol jött az egykori nyomvonal, és itt az út mellett, itt a járda meg az út között itt lehetett a nyomvonal. És itt a nyomvonal korrekció célja még a villamosítás előtt egyértelműen az volt, hogy rövidítsék a vonalhoz, és mintegy másfél kilométerre sikerült is azzal, hogy kiegyenesítették ezt a húrkot, és ez és csak annyi volt az ára, hogy feladták a közvetlen nagyvasúti kapcsolatot. És itt vagyunk a Zsellér dűlőnél, és ez lehet, hogy egy régi szelvénykő volt, viszont a felirat nincs rajta, már valószínűleg lekopott. Egyáltalán nem biztos, hogy az egykori Hévhez tartozott, viszont tényleg itt ment, nagyjából itt ez volt a nyomvonala, és innen még tovább egyenesen. Tehát ugye bármi más is lehet, de még, hát, vagy az volt, vagy nem, innen most nehéz eldönteni ebből. De a nyomvonal tényleg ez volt, ahol most nagyjából megyek. Itt az út és a járda között lehetett valahol. És itt ment tovább egyenesen, nyilván nem volt még akkor beépülve a környék, vagy nem ennyire. Hát valahol itt jött a Hév továbbra is, tehát semmi más nyomát nem találtam. Itt van szembe a Grassalkovics út, és szintén tovább egyenesen. Hát talán az a Vódé az lehetett még valami Hévhez tartozó, bár nem hiszem. Szerintem jóval később épült, és itt tovább ment. Most látjátok, valahogy így jött egyébként a Hév egykori nyomvonala, és ez az egyetlen bizonyíték, ami megmaradt felőle, ez a híd. Ez a Hévé volt, ez biztos. És így, hát nem volt így nyilván beépülve, a térkép szerint se, hanem így egyenesen itt az épületek helyén ment, és később az állomás fele kanyarodott be. De akkor nem biztos, hogy itt volt. Hát a nem is pont ez a híd volt, annó viszont itt volt a Hévnak a hídja is. Azóta már nyilván lecserélték, tehát nem biztos, hogy ez a híd még látott vonatokat. De hogy itt volt, az biztos. Tehát szerintem a híd az azóta fel lehet újítva, viszont a hídfő nem. És a másik oldalt is látszik. Na, látjátok, már közel van a vasút, az ott már a 150-es vasútvonal, és hát valahol itt csak ugye az építkezés miatt, már ha volt is nyomoz is eltűnt, de itt jött valahol, és kanyarodott be a vasútállomásra. Nézzétek innen. Jöttem, és ugye nem lehet pontosan megmondani, hogy hol ment a vasút vonal egykor. Pont a térkép szerint közel ment már itt a nagyvasúthoz, tehát el tudom képzelni, hogy itt.
ennek a földútnak a helyén. Ez nagyjából adná magát, de mondom, hogy semmi igazából konkrét bizonyíték nincs rá. Ugyanúgy mehetett itt ennek a töltésnek a tetején is, mert még az is lehet, hogy igen, hogy itt magasabb töltésen ment, és itt ment mégiscsak. Mindenesetre én most csak itt tudok menni ezen a földúton. Úgyhogy megyünk tovább. Az biztos, hogy a vasútállomás előtt és ott megállója is volt. Az pedig valahol itt van. Tehát kicsivel alé van egy útátjáró, és utána meg már majdnem rögtön a vasútállomás. Szóval valahol lehet, hogy itt jött egyébként a vasút, és ott van a nagy vasút, és ezt az utcát Simpád utcának hívják, tehát valahol itt a közelében volt. Szerintem itt valahol, és mert ez egy mávos ölház volt, tehát szerintem ez már akkor is megvolt, amikor a hév épült, tehát ott nem mehetett, hanem itt ment mellette. Szerintem is így ment a vasútállomásig, tehát ez lesz a jó út. Ként látjátok, tehát ez bizonyítja, hogy szerintem valaha itt volt. Itt vagyunk a vasútállomáson, ez már Soroksár vasútállomás, és a hév az eddig nem jött el, meg ez ott egyébként is Zsák utca, ahogy néztem, hanem még korábban errefele, itt ívben fordult, itt a Hősök terén, és ment a mostani nyomvonal felé, ugye a Grassalkovics út. Tehát már itt valahol errefele jöhetett, és közelebb megyek, hátra találok valami nyomot. Nézzétek az utca nevét, Jelző utca, tehát szerintem így valahogy jöhetett ez így. Így látom bele valahogy a helyzetet, de aztán ki tudja, de szerintem ez ilyen valószínű nyomvonal lehet, hogy így, és akkor ott tovább egyenesen. Továbbra is Soroksár Hősök tere, és úgy szerintem ez így adja magát, hogy itt mehetett a vágás. Ott a templom fele is, ott a térképen is úgy van, és ráadásul úgy, hogy balról került a templomot a térkép szerint. Ha egy kicsit közelebb megyek, akkor kiderül. De itt pont elfért a vágány, és érdekes, hogy ugye a két házsor ilyen messze van egymástól, miközben a közút csak egy sávos. Tehát szerintem itt mehetett. Ezt nézzétek, Soroksár Hősök tere, és ez egy érdekes szobor. Ugye, és egy ajtó, ami ugye résnyire nyitva, és itt a sparhelt. És itt fő a csülkösbob leves. Tehát a térkép szerint így jött, megkerülve a templomot erről, és aztán egy nagy ívben fordult. Itt jött a játszótérnek a helyén a vágány, az biztos. És itt egy ívben fordult. Egész pontosan valahol itt jött a vágány, itt már fordult ívben. Valahol arrafele itt csatlakozott be a mostani nyomvonalba. Tehát a Soroksár Hősök tere megálló az itt van. Tehát valahol erre. Ez ennyi lett volna ez a rövid bejárás itt a régi nyomvonalnál, és hát sajnos most az a helyzet, hogy mindjárt lemerül a kamera aksia, és nem hoztam magammal a töltőjét. Nincs, hogy a kamera szerint még 2 perc aksi van benne, úgyhogy gyorsan elköszönök így az aksi utolsó szikráival. Ugye majd a következő videóval fogunk találkozni, a következő hévet megadom, és akkor azzal már megyek hazafele. Úgyhogy sziasztok, ennyi lett volna.